Folynak a belvárosi társas házak felújítási munkálatai, jelenleg a Kismenyhét utcai ingatlan tetőszerkezetét cserélik ki. Mivel ezekben az ingatlanokban az önkormányzat csak résztulajdonos, így nem a városon múlik, hogy melyik épületet hozzák rendbe, hiszen a költségekhez a lakástulajdonosoknak is hozzá kell járulniuk. Ennél az épületnél öt éve merült fel a felújítás gondolata. Engedélyes terveket kellett készíteni, ezt követően megpályáztattuk, kiválasztottuk a kivitelezőt, a tulajdonosoktól az összes, ugyanis 100% tulajdonosi hozzájárulás szükséges, hogy a pénzügyi fedezetet minden tulajdonos, nem csak az önkormányzat, hanem magántulajdonosok biztosítják-e. És amikor ez mind összeáll, akkor indulhat a munka. Ezt követően még a munkai indulás előtt még felelős műszaki vezetőt vagy ellenőrt is kellett választanunk. Úgyhogy ez egy elég komoly egy ilyen projekt, ez egy 40-50 milliós projekt csak annak a, tető, a háznak a tetőszerkezetének a cseréje. Az ingatlan kezelőnél az idén összesen 200 lakás bérbeadását tervezik szociális, illetve piaci alapon ezért nem csak a belvárosi társasházak, hanem a lakások felújítása is folyamatos. Eddig elkészült 13, ezeket már az első negyedében meghirdetett 30 lakásos szociális pályázatnál ki is osztottuk. Jelenleg a halmi, egy következő 30-as csomagnak a felújítása zajlik a székelysori házban. Ezeknek július 15 a befejezési határideje, és hát azt gondoljuk, hogy addigra meg is valósul. A pályázatot ezekre már ki is írtuk, tehát gyakorlatilag itt július vége felé ismét 30 gazonnak az osztása fog megtörténni. A rossz állapotú lakások felújításának költsége mérettől és állapottól függően 2 és 4 millió forint között alakul. Az év második felében újabb 50 lakást fog bérbeadásra meghirdetni az IKV.